Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Művészváros című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén, amelyben ez alkalommal a főszerepet Léder László pszichológus és a Szentendre is kanzen kapta. Hogyan csempészük vissza az apákat a magyar családokba? Erre a kérdésre keresték a választ a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárban Léder László pszichológus előadása alkalmával. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Ez a hét az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatnak a égisze alatt fog megtörténni. Ez egy hosszú évek óta közös célkitűzése a könyvtár ügynek, a könyvtár szakmának, hogy legyen egy olyan hét, amikor megpróbáljuk magunkra picit jobban fölhívni a figyelmet, megpróbáljuk bemutatni a sok oldalúságunkat, a sok színűségünket. Úgyhogy ezen a héten általában minden könyvtárban, akik ügye csatlakoznak, és ezek száma igen sok, minden napra jut egy-egy program, úgyhogy ha követték a honlapon a híreket, akkor azt láthatják, hogy most ezen a héten mi nálunk is minden napra jut valamilyen program. Ma estére Léder Lászlót sikerült megnyernünk, aminek nagyon örülünk, mert egy olyan témával foglalkozik, és egy olyan küldetésben van közöttünk, ami számunkra is nagyon fontos. Két fő szakterülete van, mint pszichológus. Az egyik a vállalati vezetés kultúráját szeretné emelni, a különböző stressz helyzetekkel foglalkozott én, amennyire tudom. De most nem erre leszünk kíváncsiak, hanem egy másik sokkal érdekesebbre, az pedig az, hogy az apák szerepe az milyen fontos, és hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy nekünk apáknak mennyi minden dolgunk van, és hogy gondolom az édesanyáknak is szólni fognak ezek a sorok, hogy hagyják az apákat kibontakozni. Úgyhogy azért is örülök annak, hogy itt vannak az édesanyák is, és ők is hallják ezeket a gondolatokat. 1989-et írunk. Jól emlékszem arra a pszichológiai órára, amikor először megkérdezték tőlünk, milyen területtel szeretnénk a későbbiekben foglalkozni. A kérdéstől kissé elszabadult a pokol. Volt, aki úgy érezte, a delfinek életét akarja kutatni, egy kollega a költészet lélektanával kívánt foglalkozni, egy kollégina a börtönök pszichológiáját érezte 19 évesen magához legközelebb. Ebben a felfokozott hangulatban muszáj volt valami nagyon vicces és csattanós dolgot mondani. Így csúszott ki a számon az úti pszichológus kifejezés. Ez az úti pszichológusok akarok lenni, utazni, sok helyre eljutni, és hasznosnak lenni. Meglepett, hogy a szuper humoromon senki nem nevetett. Még a kérdező kollega is inkább érdeklődéssel nézett rám. Akkor még nem tudtam, hogy megfogalmaztam a tanácsadói munka lényegét, és kimondtam, igazából mi is leszek, úti pszichológus. Rendes úti pszichológus, írja a hivatalos weboldalán Léder László, aki október 3-án tartott előadást a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárban, Apa Akadémia, Csendes apa forradalom. Hogyan csempészük vissza az apákat a magyar családokba címmel? Azt gondolom, hogy izgalmas témával és izgalmas előadással. Az előadásom címe az, hogy Csendes apa forradalom. Hogyan csempészük vissza az apákat a mai családokba, ez az alcíme. És elnézést, az apák eltűntek a családokból a 21. században? Hát én azt gondolom, hogy ezt mindenki saját bőrén és a környezetében is érzékeli. Tehát általában azt mondhatjuk, én pszichológusként látom ezt a problémát, hogy az apák indokolatlanul keveset vesznek részt a gyermekek nevelésében, a családi életben, és ennek nagyon komoly következményei vannak. És azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez valóban egy modern jelenség. Tehát sokszor azt gondoljuk, hogy ez mindig így volt, hallani olyan elképzeléseket, hogy régebben az apák elmentek vadászni, elmentek a háborúba, és igazából a gyermekeket az anyák nevelték, de ez nem felel meg a valóságnak. Tehát azt látjuk a kutatásokból, hogy 100-150 évvel ezelőtt az apák jobban benne voltak a családokban. Tehát az a hiányzó apa
jelenség, amivel ma találkozunk, a sajnos egy modern probléma. Mit gondol, ez minek köszönhető? Hát ugye összekötik a városiasodással, tehát azzal ugye, hogy felbomlottak azok a kis egységek, családi vállalkozások, amik jellemezték mondjuk még a 19. század végén is Európát, Magyarországot is, tehát a családok együtt éltek, együtt dolgoztak többnyire. Még ha ipari körülmények között is, akkor is otthon dolgoztak, inkább otthon volt a műhelyük. Tehát az, hogy úgy szoktunk fogalmazni, hogy a családban való apából családért való apa lett, tehát kiszakadt az apa a családból, és ezzel egyidejűleg elindult az anya, mint háziasszony idealizálással. Tehát, hogy igazából egy jó anyának az a feladat, hogy megteremtse a hátteret, ő vegye át a gyerekek nevelését, de ez így nincs rendjén, mert pszichológiailag ez teljesen egyértelmű, hogy egy gyermeknek ugyanakkor a szüksége van egy édesapára vagy apára, mint egy édesanyjára. Léder László Pro Familis díjas pszichológus az APA Akadémia alapítójának előadásának főbb kérdései voltak. Hol vannak a férfiak? Miért fejezi be világszerte évről évre kevesebb férfi az oktatást? Miért tolódott ki a családalapítás? Van-e apai ösztön? Mit várna ma egy nő a férfitől, és mit gondolnak erről a férfiak? Hová tűntek az apák és a férfiak a családokból és a nevelésből? Van-e összefüggés az erőszakosság, a válások és az apák hiánya között? És egyáltalán mit tehetünk az apátlan társadalom megjavításáért? Az előadáson szó esett a legmodernebb biológiai és pszichológiai kutatások időnként megdöbbentő eredményeiről, illetve a Mama Hotel és a Papa Bank is szóba került. Mindig el kell, hogy mondjam, hogy az fontos tudni, hogy önmagában az, hogy hiányzik valakinek az édesapja az életéből, az nem jelenti azt, hogy abból a gyermekből nem lehet egy egészséges, kiváló ember, tehát nem ennyire determinált, nagyon sokfélék vagyunk. Egy apát a környezetben is jelenlévő nagyapa, nagybácsi, esetleg egy másik kedves baráti család édesapja modellként pótolhat. Tehát az élet azért ezt sok formában meg tudja oldani, de a nagyszámok törvénye alapján az kell, hogy mondjam, hogy sajnos az apa nélküliség az bizony nagyon komoly rizikófaktor. Amit látunk például, hogy a kriminalizálódásban, tehát az, hogy egy kamaszkorú gyerek sorsa milyen irányba indul el, nagyon nagy szerepe van az apátlanságnak. Tehát azokban a családokban, ezek nemzetközi kutatások, ahol hiányzik az édesapa, a fiúk esélye arra, hogy a törvénnyel ütközésbe kerülnek, többszörösére nő. A hölgyeknél, ugye ezek amerikai kutatások, tehát egy picit más a hazai helyzet, de a trendek nagyon hasonlóak. A kislányoknál pedig például a tinédzser terhesség esélye, a nem kívánt teherbeesés esélye nő többszörösére, az olyan családokból nincsenek édesapák. Mit gondol, miért van szükség az apára egy családon belül, a gyermekek számára? Tehát mi az, ami említett most pár dolgot így adatok alapján, de mi a fő szükséglet, mi a fő szerepe egy apának a családban ön szerint? Hát nagyon érdekes kérdés, ugye, mert külön szoktuk ezt választani, hogy anyai feladatok, apai feladatok, de igazából úgy néz ki, hogy egy apának tulajdonképpen majdnem ugyanazok a feladatai, csak egy picit másképp csinálja. Tehát egy apa gondoskodik a gyermekéről. Egy apa akár az újszülöttet fürdeti, tisztába rakja, megeteti, azt másképp fogja tenni. Azt tudjuk, hogy az apák ösztönösen másképp kommunikálnak a gyerekekkel. Tehát ha elkezdenek már az újszülött gyermeknek mesélni, annak a mesének más a dinamikája. Más szavakat használnak, más értékekre utalnak. Tehát én a kutatások alapján is azt gondolom, hogy van apai ösztön, apai viselkedés, ami akármit csinál egy apa családon belül, apássá teszi a nevelést. Tehát ha ugyanazt csinálja, mint az anya, akkor is egy picit másképp fogja csinálni. De ha egy érdekes dolgot kiemelhetek, Ransborg professzor úr úgy fogalmazott az apák szerepéről, hogy az apa igazi szerepe a gyermekek küszöbön átemelése, a találkoztatása a világgal, megismerkedés a világgal, tehát még az anya elsősorban a biztonságot, az ősbizalmat kell, hogy egy gyermek számára biztosítja a stabilitást, az apa feladata a kihívás, hogy kilépjen abból a komfortzónából a gyerek. Ha megnézzük például az apai játékokat, ugye, hogy az apák birkóznak a gyerekekkel, ahogy bicikliznek, ahogy hintáztatják,
és amennyire ezt a gyerekek élvezik, ugye azt látjuk, hogy az apa feladata igazából az, hogy a határokat megmutassa, picit tágítsa, tehát a gyermek számára kinyissa a világot. Azt gondolom, nem mondok nagy újdonságot, hogy a gondolkodásunkat, az európai és akár az észak-amerikai gondolkodást is egy anya-gyermek-centrikus családmodell uralja. Ez azt jelenti, hogy ami családdal kapcsolatos, az egy anya és egy nő dolga, egy nő feladata, és ha egy nő nem tesz ennek eleget, mert ennek a különböző lépéseiről is beszélünk, akár a gyermekszüléstől kezdve a beteg gyermekek ápolásáig, akkor igazából ő nem egy rendes anya. Tehát majd erre későbbiekben is utalok, meg szeretném ezt más oldalról is megközelíteni, hogy milyen szinten tűntek el az apák a családképünkből. Ugye az apa nélküli családoknak egy nagyon szörnyű alternatívája a két anya koncepció, ami azt jelenti, hogy ha megnézzük a pszichológiai szakirodalmat, akkor azt látjuk, hogy igazából az apákból anyákat akarnak csinálni. És ugye pont az a másság tűnik el, amit egy apának képviselnie kellene. Most nem hoztam ezt a cikket, de konkrétan találtam ilyet egy jó nevű olvasott női online portálnak. Az volt hiszem, hogy apa is tud anya lenni, igaz, hogy csak ideig, óráig, de ő is meg tudja csinálni ugyanazok a dolgokat, amiket egy anya. És ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy családnak nem két anyára van szüksége, hanem egy apára és egy anyára. Tehát amikor az apákat be akarjuk vonni, és azt akarjuk, hogy az apák vegyenek részt a gyerekek nevelésében, akkor erre nagyon fontos ügyelnünk, hogy ne az legyen a fejünkben, hogy azokat a feladatokat, vagy úgy inkább azt mondanám, ahogy egy anya végzi a gyermeknevelést, várjuk el az apáktól, mert ugye a férfiak nagy részétől megijed. Erről is csak pár szó erejéig beszélek, de erről külön előadást tartottunk az Apa Akadémián, ugye, hogy igazából a bölcsödétől elkezdve hiányoznak a férfiak a nevelési intézményekből. Milyen furcsa, ugye arra gondolom, hogy bölcsödében férfiak lennének. Az egyik előadásra elhívtunk innen egyébként Szentendréről az evangélikus óvodából egy óvópedagógus urat az Apa Akadémia előadására, és hát rendkívül izgalmas dolgokat mondott arról, hogy egy férfi szempontjából hogyan néz ki az óvodai élet. És amikor kérdéseket lehet föltenni, kíváncsi vagyok, mit gondolnak, mi volt az első kérdés, amit hozzá... Hogy lettél óvodapedagógus? Pontosan, tehát egy férfi miért lesz óvodapedagógus? Ugye, tehát a térképünkön az, hogy ez egy ilyen fura dolog, hogy egy férfinek nincs jobb dolga, hogy vannak férfias dolgok, és hát ő mondta, ugye, hogy hát nagyon kedves a kérdés, nagyon sokszor föltették, hát ő szereti a gyerekeket, szeret közöttük lenni, ő ebben tud kiteljesedni. Tehát egy picit újra kellene ezt szoknunk. Vagy ugye ez egy valóságos dolog, tehát nem egy negatív utópia egyik oldala, hogy a harmadik kerületben az egyik kolléganőm kislánya járt óvodába, és rendesen az óvodába föl lehetett iratkozni egy óvodapedagógushoz, egy óvóbácsihoz, aki járta a kerületi óvodákat. És úgy tele volt a naptára, hogy hónapokra előre le kellett foglalni, hogy a gyerekek lássanak óvóbácsit. Tehát olyan ugye, mint egy ilyen kihalásra ítélt állatfaj utolsó példánya, hogy gyerekek ilyen egy óvóbácsi, nem csak vezetőbácsik vannak, nem csak pilótabácsik, nem csak taxisofőrbácsik, hanem vannak óvóbácsik is. Tehát ugye ezt egy picit végig gondoljuk, azért szörnyű, de már nagyjából megszoktuk, hogy ez az életrendje. Általában azt mondhatjuk, hogy a modern országokban, így Magyarországon is beállt például az iskolákban a 20-80%-os arány, tehát a pedagógusok 80%-a a hölgy, 20%-a férfi, amiről megint nem a hölgyek tehetnek pedagógusok, sőt azt gondolom, akik itt vannak hölgy pedagógusok, tudják, hogy mekkora segítség lenne, ha néha ott van egy férfi pedagógus, az ő látásmódjával, az ő megoldási stratégiájával, kommunikációjával. Tehát ez egy szörnyű probléma. Én egyébként ebben nagyon radikális vagyok, én azt gondolom, hogy itt akár kvótákat kéne bevezetni az iskolarendszerbe, hogy vissza kellene egy picit férfiasítani a jövő érdekében. Nem a férfiak érdekében, ez fontos elmondanom, hogy a lányoknak ugyanakkor a problémát jelent ez. Tehát ez nem egy férfi dolog. Az élet ezt sokszor megoldja. Ugye korábban ez is könnyebb volt. Nagy családok voltak, ott voltak a nagyobb testvérek, nagybácsik, unokatestvérek, a szomszédok is ugye közelebb álltak, tehát
olvasni, irodalmi nyoma is van ennek, ugye, hogy hiányzó apa, és akkor elviszik a nagybácsihoz, és ő neveli föl, és apja helyett apjává válik. Tehát én azt gondolom, hogy a mai életben is ez megtörténik, hogy a hiányzó apát olyan férfi modell pótolja, aki nem közvetlen a családban él. Nagyon gyakori például a nagyapa. Tehát a nagyapák szerepe, nagyapák szerepét én mindig hangsúlyozni szoktam, mert őrájuk gondolunk a legkevésbé. Azt is szoktuk mondani, hogy ők vannak a családi harapási sorrend végén, hogy a nagyapák, akik legkésőbb bekapcsolódnak a gyermekek, az unokák nevelésében, mindennapjaiba. De például a nagyapák gyakran átveszik a hiányzó apa szerepet. Köszönöm szépen. A végére egy személyes kérdést tennék fel, csak igen, akkor válaszoljon rá, hogyha úgy gondolja. Ön gyakorló apa-e, és mennyit változtatott az ön személyiségén azt, hogy apává vált? Hát ez egy nagyon veszélyes kérdés, mert erről én órákon el tudnék beszélni. Természetesen gyakorló édesapa vagyok, sőt most várjuk kedves feleségemmel a második kislányunkat, az utolsó hónapban van a feleségem. Hát óriási változást hoz az ember életében, én csak pozitívan tudok erről nyilatkozni. Tehát mindig hangsúlyozom, és az előadáson is beszélni fogok erről, hogy a nehézségekre föl kell készülni, tehát ugye egy gyermek érkezése, több gyermek érkezése azért fenekestől felforgatja egy pár életét. De ha erre rákészülünk, és nem csodálkozunk rá, akkor ebből örömünk lesz a saját fejlődés. Én azt szoktam mondani, és ez saját példámból merem mondani, hogy életem egyik legszebb időszaka volt, amit a kislányom gondoskodásával, gondozásával töltöttem. Nálunk klasszikusan az történt, tehát én nem tankönyvből beszélek, hogy a feleségemnek nagyon sok munkája volt, miközben külföldi munkák. Én mentem a feleségemmel, etettem a gyermekünket, pelenkáztam, tologattam idegen városokban, és én erre az időszakra úgy emlékszem, mint a legizgalmasabb, legélménydúsabb részére az életemnek. Mindig hozzáteszem, és ez nagyon fontos, hogy egy apa gondoskodik a gyermekéről, akkor nem válik anyává. Tehát nagyon sok férfi azt gondolja, hogy ez ugye egy anyai funkció, én sem váltam sem nőiessé, sem anyává, sőt azt gondolom, hogy az apaság egy nagyon-nagyon férfias dolog. Én azt gondolom, és mindig elmondom, hogy én maximálisan egyetértek az emancipációval, én azt gondolom, a nőknek még ennél sokkal több dologban kellene segíteni. A határ mindig ott van, amikor elérjük azt, hogy a másik kárára teszünk valamit, tehát egy férfi macsó mozgalom, a férfiak jogairól beszél, de a nők eléri azt, hogy ebből a nőknek hátrányom, én azt gondolom, az a választóvonal, ahonnan nem szabad tovább menni. Tehát férfi és nő együttműködését kell megerősítenünk, ami mondjuk a médiában nem feltétlen jelenik meg, sőt a nevelési rendszereinkben sem. Hát egy pár sokkoló adat, de nem azért hoztam, hogy rossz kedvűek legyünk. Ugye csak Magyarországon 300 ezer egyszülős család van, tehát egy 10 milliós országban ez döbbenetes, de tulajdonképpen ez a nemzetközi trend. És ugye elég izgalmas, én is csak nemrég tudtam, hogy 40 ezer olyan édesapa van, aki egyedül neveli a gyermekét. És egyébként szeretném felhívni a figyelmüket, hogy most jött létre egy egyszülős központ Budapesten, ez egyébként a régióban is az első ilyen, és kitűnő programokkal támogatja az egyszülős családokat. Többek között az Apa Akadémiával is most alakultunk ki egy együttműködést. Csak mondjak egy érdekességet, hogy milyen programokat szeretnénk. Ez egy német program, amit szeretnénk meghonosítani, a Kindimblick nevű program, tehát önképpen gyerek a fókuszban, mikor összeültetnek olyan egyszülős családokból férfiakat és nőket, tehát különböző, tehát nem elváltak, és olyanok semmi közük nincs, hogy szenzitivizálják őket a másik látásmódjára. Tehát ott ülnek apák, akik egyedül nevelik a gyermeküket, és elmondják, hogy apa szempontból milyen egy gyermek egyedülnevelés, és ott ülnek anyák, akik elmondják, hogy az ő szempontukból milyen egy gyermek nevelése. És hol hiányzik az anya, hol hiányzik az apa. Tehát ezek nem ugyanazok a párok. Ugye, tehát elválasztani. Nagyon érdekes. Tehát pont azért, hogy egymás megértését segítse. Ugye ezt csak érdekességképpen mondom, hogy ez egy pszichológiai evidencia, hogy az egyedüllét magasabb rizikót jelent, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás. Ez nem azt szeretném mondani, hogy bátorítanék bárkit a dohányzás vagy az alkoholfogyasztása, ha már nincs egyedül, de ez sajnos így van.
Tehát az egyedül lét, az egy, tudjuk jól, az időseknél is, a elmagányosodás tulajdonképpen a legkomolyabb rizikófaktor. Egyszülős családoknál, én nagyon sokat foglalkozom egyszülős családokkal, ott van az állandó lelkiismeret fordulás, ugye az, hogy hogyan tudom pótolni a hiány, mennyiben vagyok felelős. És ugye azt tudom mondani, hogy a legfontosabb, hogy ez ne legyen. Tehát ha az egyszülős családokban a görcsöl úgymond ezen egy anya, vagy egy apa, akkor sokkal rosszabbat tesz. Tehát az életre kell bízni, egy picit lehet támogatni ezt a dolgot, hogy legyen férfi vagy apa modell, de nem szabad görcsölni ezen, vagy lelkiismereti kérdést csinálni. Szeptember 29-én Szent Mihály napi programot hirdetett a Szentendrei Skanzen, ahová a család minden tagját szeretettel várták. Szent Mihály napja az őszi hálaadás ideje. Ennek alkalmából tartottak programokat szeptember 29-én a Skanzenben. A rendezvény a Családok éve és a Nemzeti Kulturális Alap 25 év, 25 nap, 25 esemény programsorozatának része volt. Szent Mihály napja egyben a gazdasági év fontos fordulópontja is. Ekkor hívták vissza a Szent György napkor legelőre hajtott állatokat. Idén olyan tárgyalkotó mestereket ismerhettek meg a Skanzenben, akik a pásztorkodást, állattartást segítő tárgyak, eszközök elkészítésében kiemelkedőek. Többek között a Kovács mesterséggel is találkozhattak az ideérkezők. Igazából a közönségnek kevés a lehetősége, azért ha valaki nagyon vállalkozó kedvű, akkor kipróbálhatja a kovácsolást, de inkább csak mi csináljuk a bemutatót. Ha esetleg valaki már így gyakorlottabb, akkor azért itt megpróbálhatja, de azért vannak a dolognak veszélyei, itt a tüzes vassal bánni azért nem olyan egyszerű, de van rá példa, hogy valaki azt mondja, hogy na ő is kipróbálná. Mi itt egyszerűbb tárgyakat csinálunk, szöget, tűzcsiholóvasat, most épp egy patkó, egy fél patkó melegszik a tűzben. A kovácsmestertől megtudhattuk, hogy egy viszonylag egyszerű papucspatkót fél óra alatt lehet elkészíteni. Beszámolt arról is, hogy mi a menete, hogyan kell elkészíteni a patkót. Az első az, hogy megfelelő méretű lapos vasat kell keresni, attól függ mekkora patkó, ugye az meg attól függ, hogy mekkora az az állat, mekkora patája van. Gyakorlatilag a patkó egy viszonylag egyszerű tárgy, a két vége felé el kell vékonyítani, lenyújtani, aztán egy holcsarló formában az egyik felét meghalítani, aztán másik felét hozzáhajlítani, aztán beárkolni, szöglukakat beütni, attól függ, hogy téli vagy nyári patkó lesz-e, sarkos vagy úgynevezett papucskat, akkor sarkot hajlítani végére, hogyha azt akarjuk, hogy kapaszkodást segítő patkó legyen. És aztán a úgynevezett kápa húzással szoktuk befejezni, ami egy nyúlvány, ami a felillesztést és a helyén tartását a patkónak segíti. Szokták felsütni a patára, ilyenkor csak 200-300 fokra maximum melegítik föl, és akkor melegen fölteszik a patára, akkor a szarut égeti. A biztos felfekvést ez elősegíti, mert akkor teljesen az égett felületeket lereszelve biztos, hogy tökéletesen fog feküdni a patkó a helyén. Az elkészítés folyamata közben a patkót 1000-1100 fokon melegítik, bizonyos esetekben 1700 fokon. A kovácsmester elmondása szerint minden eszközt különböző ideig tart elkészíteni. A kovácsmesterségen kívül a Skanzenbe érkező családok más régmúltba visszanyúló foglalkozásokkal is találkozhattak. Mivel ilyenkor itt a Skanzenbe mindenféle mesterségbemutatókat tartanak, így aztán természetes a kovácsmesterség nem maradhat ki. De melyik korból is ered a kovácsmesterség? Ha a kezdetét vesszük, akkor ugye a vaskortól, amióta megismerte az emberiség a vasat, körülbelül 4000 éve, akkor még a kovács és a kohász ugyanaz, sőt a bányász, hiszen mindent egy ember csinált, a vasérc megkeresésétől, kibányászásától, annak feldolgozásától, majd a nyersvasnak a további feldolgozását, mindent a vasműves készített, tehát
ekkor még a szakmán belül nem váltak szét a különböző tevékenységek. Aztán a kohász és a kovács külön vált, a kohász csak az alapanyagot állította elő, a kovács a feldolgozásban, aztán a kovács tovább tagozódott a legkülönbözőbb vasas mesterségekre, de egykor, az ősidőben akkor minden a vasművesnek vagy a fémművesnek a munkája volt. Több gyermek is betekintést nyerhetett többek között a kovácsműves cég munkájába is. Az előbb láttuk, hogy például ez az gépezet hogyan működik, szóval, hogy az előbb láttuk, hogy a bácsi azt meghúzta, és akkor így azon ment a levegő a tűzhöz. Az előbb kivett valami kockát, meg jól megkalapálta, és megengedte nekünk, hogy megfogjuk a fogóval azt a kockát, és belemerítsük a vízbe. És tudod, hogy még mik készülnek ebből? Például kalapácsnak a nyélei, még ott is láttam. Meg például ilyen csavarok, meg mindenféle ilyesmi, meg például kulcs, meg az előbb láttam is, hogy ott volt valami dobókockaszerűség. Azt szeretném mondani, hogy amitől ment a levegő a tűzre, attól még nagyobb is lett. És hogyha az üllőn talapálunk, attól azért még teményebb is lesz, nem csak erősebb. A nemesz készítésbe is belekukkanthattak a gyermekek, valamint a felnőttek egyaránt. Nemesz süveget készítek, méghozzá formailag egy kunsüveg fog készülni, abból is egy viszonylag alacsony tetejű és alacsonyra húzott karimájú süveg. Teljesen száraz kártolgyapjúból indulok, ehhez kimondottam most bárányapjút használok, és először az anyagát kell előállítani, ami magát az anyagot hívjuk, hogy a nemeznek, amivel részben már a formát is egy kicsit meghatározom, egy sablonra készítem el az anyagot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a különálló gyapjúszálakat és tincseket kell egy anyaggá összegyúrnom, simítanom, úgyhogy ne essen szét, hanem egy egyszerű, teljesen összefüggő felület legyen belőle, és gyakorlatilag onnantól kezdve már hajtható, szabható, bármit lehet vele csinálni. Mennyi idő elkészíteni egy ilyet? Hát egy kalapra egy nap, másfél napnak az időtartama kell, itt nem 8 óránban, hanem tényleg egy napban gondolkodjunk, amíg látástól Mikulásig, és gyakorlatilag ez a vizes része, ez egy ilyen félnapos munka, és utána viszont egy gyúrás, amikor a vizet eltávolítom be, néha pótlom azért forró vízzel, hogy gyúrodjon, de az a célval, hogy eltávolítsam belőle onnantól kezdve a vizet, az egy kicsit keményebb, de gyorsabb munka is egyben. Azt is láthatjuk, hogy folyamatosan szappan segítségével formázod. Ez miért fontos már, mint maga a szappan? Ennek két oka is van, hogy szappant használok. Az egyik az, hogy ami gyapjúból dolgozok most jelen pillanatban, az viszonylag azért minimális zsírtartalommal rendelkezik, és ahhoz, hogy könnyű legyen vele dolgozni, ahhoz azért valahogy a szappanon keresztül pótlom a zsírt. A másik pedig az, hogy valamilyen szinten a kezemet védem vele, mert azért a gyapjú az idő után dörzsölné ki a bőrt a kezemről, és túl sokáig nem tudnám ezt a munkát végezni. Már Szent Mihály korában is készítettek nemezt. Gergely szerint a nemez készítésnek több legendás története is ismeretes. A nemeznek azért többféle mondája van eredetileg. Az első mondák azok Noé-nak a bárkájához kötődnek, ahol a tengeren hánykódva gyakorlatilag összeállt egy nemezzé maga az állatoknak a gyapja szőre, illetve az a víz, ami a bárkára felcsapott, és az állatoknak az ürüléke is. És ahogy feküdtek rajta, tapostak, a végén, mikor Noé kiszállt a bárkájából, egy darab nemezt találtott az alján. Mert a középkori hagyományok szerint pedig a szerzetesekhez kötődik, akik feltalálták, méghozzá egy zarándok út kapcsán feltörte a lábát a sarú egy szerzetesnek, és a sarúját éppen egy legelő mellett haladt el, és az ott lévő gyapjúból kért egy keveset, ezzel tömte ki a sarut, és hát meleg volt, nyár volt, izzadt, és amire megérkezett a céljához, addigra magába a cipőbe egy kész nemez darabba találkozott ő is. Végülis ezek az eredet mondák,
és ez gyakorlatilag a történetisége pedig egészen azért hát majdnem, hogy az ókornak a legeleig nyúlik vissza. Aki szerette volna, meg is tapinthatta a készülő nemezanyagot. A mesterségeken kívül különböző családi programokon is részt vehettek az ideérkezők. Többi között hallgathattak pásztoros meséket, kipróbálhatták a meseköltést, részt vehettek családi ügyességi játékokon és pásztorjátékokon is. A kézműves programok között szerepelt pásztor botfaragás, tükrös készítés, újbáb készítés, nemezelés, csuhéjállatkészítés, gyertyamártás, valamint fazekasság is. Az előbb említett pásztoros mesékről és meseköltésről többet is megtudhattunk. Most Szent Mihály napja van, és Szent Mihály napján hajtották be az állatokat, és megtörtént a számadás, és ehhez kapcsolódva olyan meséket választottunk erre a helyszínre ide, kifejezetten ebbe a bábszínházba, ami arról szól, hogy vajon ki hogyan őrizte a nyájat, milyen dolgok történtek, milyen csodák, legyenek azok Mátyás király udvarába, legyenek azok egy öreg asszony udvarába, ahol a récéknek kellett pásztort választani, vagy legyenek az aranyszőrű malacok mellett a kondás legény. Mindenféleképpen úgy fűzzük föl a mesefonalát, hogy abban benne van a királyi vár, benne van a király kisasszony, tehát mindenképpen a gyerekeknek a vágyai is benne vannak, tehát ők maguk is segíthetnek a mese elmondásában is, és a költésben is. Én szoktam mesélni egy gyereknek is, és 25-nek is. Tehát innentől kezdve végtelen a lehetőségek tárháza. Mindenki, aki szereti a mesét és szereti hallgatni, azt a közeget szeretnénk megteremteni, ahol van mesemondó és van mesehallgatás. A mesemondást a bábszínházban tartották, az óvónő olyan meséket választott, amelyek a leginkább illenek az alkalomhoz. Gergő Juhász kanala mindenképpen benne van Mátyás király meséként, benne van az aranyszőrű malacok, benne van az aranyszőrű bárány, benne van a róka, mint récepásztor, és benne van még a Kiskondás című mese. A mese az minden korosztályt vonz. Az a lényeg, hogy ide betérjenek, és innentől kezdve, hogyha megtesszük az utat Meseország felé, akkor legyen benne 2 éves, legyen benne 3 éves. Nekem az a feladatom, hogy ezt felmérjem, hogy vajon érdekli-e őket, érdekli ez a korosztály, az a mese, amit éppen abban a pillanatban készültem, mert ha nem, akkor azt kell csinálni az embernek, amit tettem is már a mai délelőtt folyamán, hogy akkor egy másik mesével indítottam el, és akkor utána vagy maradtak, vagy pedig a kisebbek elköszöntek, de a nagyobbak még itt maradtak. Az óvodapedagógus szerint a meseélménye marasztalásra készteti a hallgatóságot, valamint a pásztormesék nyelvjárása izgalmassá teszi a történetet. Ezen kívül más eszközök segítségével is vizualizálták a történetet, amely egy interaktív élményt biztosított kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Én szeretek egy kicsit elvarázsolni a gyerekeket, és a gyerekek segítségét kérni abban, hogy együtt utazzunk Meseországba, és ennek sok-sok olyan változata van, hogy szekérre ülünk, hogy a lovakat meghajtjuk, hogy megválasztjuk, ki legyen a kocsis. Tehát, hogy egy kicsit játékosan indítjuk el a történetet, és akkor onnantól kezdve már együtt szárnyalhatunk. A porták különböző részein különféle bemutatókat láthattak a skanzenbe érkezők. Jelen volt az eseményen többi között bőrműves, csont és fafaragó, valamint kosárfonó is. A legnépszerűbb állomások közt szerepelt Szent Mihály napján a gyertyamártó műhely. Gyertyát lehet készíteni az 1800-as éveknek megfelelően. Ugye régebben erre több anyagot használtak, sokan tartottak birkát Harka területén, ugye a Kisalföldön vagyunk, ezért birka fagyúból, a birka vágás következtében az asszonyok összegyűltek, és kalák a munka szerűen egyik ők házánál, mint ahogy régen a fonóban készítettek gyertyát birka fagyúból. Vagy a másik elterjedt eszköz, vagy alapanyag a mélyviasz volt rá. Ezzel a mézes kalács készítők foglalkoztak. Tehát mesteremberek készítettek még az asszonyokon kívül gyertyát. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a gyertyaöntés hogyan kötődik Szent Mihály napjához. Mint szent kötődik persze, tehát mint ugye
a gyertya, mint a vallás egyik kelléke. Ellenben sokan azt gondolják, hogy a gyertyát azt világításra használták, ez egy tévhit, mert arra a fáklyát vagy foklát használtak, tehát magát a nyílt tüzet, a gyertyát azt kimondottan imádkozáshoz. Parafin található abban a barna edényben, és abba kell először belemártani a kanócot, utána pedig, ahogy a fiatalember kihúzza, bele kell rakni a hideg vízbe, ezzel lehűtjük a parafint, és így kvázi, mint egy ragasztó úgy működik, tehát rajta marad a parafin a kanócon. És ugye így növekszik szépen, így dagad a gyertya, nagyjából 5 perc alatt kész van amúgy. A mesterségek közül nem maradhatott ki a szövés sem. Ennek a mesterségnek néhány fontos mozdulatát akár a helyszínen is elsajátíthatták az érdeklődők. Igazándiból akkor elkezdem magát a szövést, hogy hogy is készül. Mint látható, most van ott egy lánchenger, arra készítünk egy felvetést, hogyha az elkészül, akkor van a nyüst, a nyüstbe befűzzük a szálakat, onnantól kezdve van a borda, ott megint befűzzük a szálakat, és utána kikötjük a láncvonalakat, és onnantól kezdve beszéltünk a szövésről, mert megkezdjük a szövést. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a lábító össze van kötve a csigával a lábító és a nyüstkeret, és ahogy nyomkodjuk a lábítót, az egyik szál felemelkedik, a másik meg lesüllyed, akkor képződik ott egy szárnyílás, ott átvezetjük a vetülékfonalat, és hogyha ez megtörténik, elengedjük a lábítót, letömörítjük a bordával, és utána a másik lábítót nyomjuk le, és ami eddig szál lent volt, az felkerül, és úgymond egy szorítás alakul létre, és így egy szál kereszteződés van, és megerősíti a szövetet, és így készül maga a szövés. 8. koromban pályaválasztás előtt álltam, és mondta az osztályfőnök, hogy menjek át Nádodvarra, mert van egy ilyen kézműves szakiskola, és bementem a szőműhelybe, és beleszerettem magába a szakmába, és onnantól kezdve mondhatom azt, hogy 2006 óta folyamatosan ezt végzem, és imádom mai napig csinálni a szövést. Jelenleg rongyszűnyeget készítek, mondhatom, hogy ez az a legkönnyebb és leggyorsabb folyamat a szövésnél, látványos és gyorsan kész van, ahhoz képest, mint a többi textil, mert hogyha egy gyapjúval dolgozok, mi vagy vékonyabb anyaggal dolgozok, lassabban halad, úgymond, de mivel, hogy itt vastagabb a szál, látványos és gyorsan megvan. Mennyire lehet ezt kipróbálni, mondjuk az ide érkező gyerekek vagy felnőttek kipróbálhatják esetleg? Egyértelműen kipróbálhatják, mert én úgy gondolom, hogy ezzel már egy, úgymond egy indítatás van bennük, beleszerethetnek, és hogyha úgy van, akkor még, ha ténylegesen meg akarják tanulni, akkor én csak a Nádudvar iskolát tudom ajánlani, hogy tanulják meg, mert érdemes. Zenés műsorokkal búcsúztatták a gazdasági évet Kárpát-medence legkülönbözőbb vidékeinek előadó művészeivel. Az ideérkezők Szent Mihály napján találkozhattak a népművészet mestere és a népművészet ifjú mestere díja kitüntetett zenészekkel, táncosokkal, énekesekkel és tárgyalkotó mesterekkel. És ahogy azt már megszokhatták, adásunk végén egy kis programajánló. Október 6-án Szegedi Katalin illusztrátor várja az érdeklődőket a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár gyermekkönyvtárába. Nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek Önöktől, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velem jövő héten is. Viszontlátásra!